Hamarosan egy olyan mozgalomról fogunk beszélni, ami megpróbálja lelassítani a hétköznapjainkat. A slow mozgalomról van egyébként szó, aminek az egyik fő tevékenysége az észszerű állattenyésztés, ezért látogassanak el most velünk egy szürke marha tenyészetre. Az egri vidékről és tájakról a legtöbb embernek a bor jut eszébe. A sorokban álló szőlőtőkék és a szüret. Nagy Géza azonban rácáfolt arra a tévhitre, hogy ezen a környéken csak szőlőt lehet termeszteni. Géza és családja ugyanis szürke marha tenyészettel foglalkoznak, immáron 20 éve. Budapesten volt egy kis, meg még most napig is van egy kis tanyánk, ahol tartottunk lovak mellett szürke marhát is, de abszolút hobbi szinten. És valóan innen fakadt az alapötlet, hogy ha már ide jövünk erre a szép tájra, és ez volt az egyik alapötlet, hogy akkor tenyésszünk marhát. Nem is kellett sokáig várni, és a domboldalon már meg is jelentek az állatok. A teljes létszám 220 marhából áll, ezeket biokörnyezetben nevelik, ami elvárás is a tenyésztőktől. Ami itt található ezen a területen, csak azt szokták enni, vagy valami mást is kapnak? Nem, tehát abszolút biokörülmények között vannak, és ez követelmény is a Szürke Marha Tenyésztők Egyesületének szabályzata előírja, hogy a szürke marhákat ridegen kell tartani, és adható nekik egyéb táplálék kiegészítés, de valójában az alapúja a füvön kívül más nem kap. Mint minden állatot, úgy a szürke marhát is leginkább a húsáért tenyésztik, de ezen kívül készülhet belőle még kolbász, de akár még chips is. Na most, hogy beszélgettünk a bikákról, és szóba kerültek a nőstények, akkor menjünk is nézzük meg a nőstényeket. Jó. A gulyára, ahogy a mesékben is meg van írva, maga a gulyás vigyáz. Ő tereli és legelteti a nyájat. Ez a tehenekből és borjukból álló csorda közel 140 fős. Nagy Géza eltökélt szándékai között szerepel, hogy népszerűsítse a szürke marha húsát nem csak itthon, hanem külföldön is. Ebben segít neki a Slow Living program. Nemzetközi körutat fogunk tenni, többek között Szaúd-Arábiában megyünk, illetve a soron következő eseményünk pedig a Slow Living egyik legnagyobb eseménye, Torinóban lesz egy kiállítás, és most oda megyünk, ott meg fog jelenni a szürke marha feldolgozott formában, és hát ott az embereknek ezt fogjuk kínálni. A Slow Living Hungary célja, hogy a kivételes értékeken alapuló magyar ételeket megismertessék a közönséggel itthon és külföldön is egyaránt. Hát ezért kíváncsiak leszünk majd arra, hogy milyen lesz a fogadtatása a Slow Livingnek, vagy a magyarországi slow mozgalom képviseletében. Nem is tudom, hogy előállított szarvasmarha, szürke marháknak. Itt van velünk Nagy Géza, szarvasmarha tenyésztő, akit láthattak is ugye az összefoglalóban, és Szekeres Diana, a Slow Living Hungary Egyesülete. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok mindkettejüknek. Szóval, hogy milyen reményekkel indulnak, mert ugye a kezdeményezés maga, amiről beszélünk majdnem sokára, mit is jelent a slow mozgalom pontosan, az ugye nem itthonról indult, tehát mi csatlakoztunk egy nemzetközi mozgalomhoz. Hát igazából nagy reményekkel indulunk neki ugye ennek a Terra Madre Salona del Gusto eseménynek, ami a Slow Food nemzetközi mozgalom legnagyobb fesztiválja. Csak így a számok tükrében elmondanám, hogy itt 1 millió embert várnak Torinóban 4 nap alatt. Igen, jó. Akik ökotudatosan gondolkodnak, és igazából itt a magyarországi gasztrokultúrának és mezőgazdasági kultúrának ez óriási előrelépés, hogy először lesz országstand Torinóban. Mivel ezek az emberek a szakmai, nemzetközi, fenntartható fejlődésben hívő emberek, és a fogyasztók is találkozhatnak szürke marhával, tradicionális noszvai szilvával, a szekszárdi egri borvidék különleges terroir központú boraival, a Tiszató mellett lévő Gréfölkastély és biomajorsággal, tehát nagyon színes és gazdag kínálattal fogunk így nekivágni a Torinóban. Igen, azt hogy kérdezem meg, hogy ez a csiga, amit ott ilyen kis jelvényként hord magán, ez a mozgalom jelképe? Igen, igen, ez a kis piros csiga, ez igazából 30 éve a minőséget képviseli a világ minden táján. Mondhatjuk úgy is, hogy ez a kis piros csiga, ez azt jelzi, hogy ugye tudja az ember azt, hogy mi teszik, honnan jön, ki csinálja, miért csinálja, mióta csinálja, és hogy ez egy egészséges, fenntartható világnak az alapja. Hogy került kapcsolatba a mozgalommal, és aztán hogy jött az ötlet, hogy egyszerűen ennek keretében kezdi majd el folytatni a tevékenységét, ami az állattenyésztés? Hát a kapcsolatunk az a Dián keresztül indult, valójában ez belülről fakadó elképzelés és igény volt. Mi már több mint 20 éve
biotermesztéssel, bio szőkemarha tenyésztéssel foglalkozunk, és az volt a célunk, az a célunk, a nagy célunk, hogy ezt a terméket ebben a minőségében, a rangján is helyén kezelve tudjuk majd piacra juttatni. Hát engem viszont tényleg érdekel, mint fogyasztó, tehát a másik oldalt képviselem, hogy más az íze az így tenyésztett állatoknak? Én azt gondolom és vallom, hogy igen. Nem kizárólag a szürkemarha képes erre, de mivel a tartási körülményei nagyon szigorúak, és tényleg csak legelőn élnek, a legelőn fellelhető különböző gyógynövényeket fellegelve nyilvánvalóan ez a húsukban is megjelenik, és sokkal ízletesebb. Egy picit más, mint a nagyipari körülmények között tartott állatoké. Így igaz, illetve tovább tart a nevelési ciklusuk, lassabban fejlődnek, emiatt lényegesen kevesebb víz is van a húsukban. Ez egyébként nagyon jól hangzik, de beszéljünk egy picit magáról a mozgalomról is, mert ez nem csak erről szól, hanem egyfajta tudatosságról a mindennapi életünkben. Mi a Tomival az adás elején arról beszéltünk, ugye itt a hétvégi autómentes nap kapcsán, hogy ilyenkor az ember kicsit lelassul. Engem az érdekelne, hogy ezt a fajta szemléletet mondjuk a mindennapjainkba hogyan tudjuk beleilleszteni, meg egyáltalán mit jelent a szemlélet maga? Én ezt úgy szoktam igazából megfogalmazni, hogy ez egy nagyon pozitív hozzáállás az ökotudatosság szempontjából. És egybefügg azzal, hogy ugye kicsit értékeljük a hétköznapi értékes dolgokat, mindez az ételek tekintetében, ugye slow food, onnan indult az egész, ugye Carlo Petrini 30 éve a fast food ellentétjeként ugye egy protest mozgalmat indított, és igazából ez az egyetlen olyan mozgalom, ami előjelet tudott váltani. Tehát, hogy negatív dolog miatt indult, de pozitív életszemlélet lett a vége, és ugye 162 országban dübörög ez a mozgalom, és most már örülünk, hogy Magyarországon is egyre erősebbek vagyunk, és a lényege az az, hogy igazából a hétköznapokban megélni azt, hogy a lassabban megtermelt termékeket, a slow fashionben ugye azokat a dolgokat, amiket tudja az ember, hogy kitervezte, hogy ökotudatos, hogy fenntartható, hogy igazából a gyermekeinknek, a jövőnek egy trendi módon. Akkor egy kicsit hagy értsem meg én is, mint férfi, ugye divat most a fast food, tehát ez ugye a gyors éttermeket jelzi, a fast fashion ezeket a villámgyorsan lecserélhető és nagyon gyorsan megtermelt ruhákat, illetve ruhamárkákat jelzik. Önök mindezt inverzé fordítják? Igen, mondhatjuk így is. Tehát ez az ellentetje. Tehát az a lényege az egésznek, hogy a lassúság az nem pejoratív értelemben, tehát nem arról van szó csak és kizárólag, hogy ugye lassabban éljük meg az életet, hanem az, hogy lassabban megtermelt dolgokat és különlegesebb dolgokat, egészségesebb dolgokat, fenntarthatóbb dolgokat használjunk. És mindez trendi módon, tehát hogy mi a fiatalokat is nagyon nagy szeretettel várjuk ebbe a mozgalomba, mert cool piros csigás mozgalmistának lenni. Igen, még az érdekelnek ez esetében, az állattenyésztésen túl, mert hogy ugye akkor gyakorlatban is így él, tehát hogy akkor nyilván ez belőtt, hogy ez mit jelent? Tehát hogy röviden ezt így vázolja föl, hogy mit jelent az, hogyha valaki a slow mozgalmat képviseli itthon, és nem csak a szűkenve, tehát a munkáját tekintve, hanem az életét tekintve. Azt tömören hagyjuk önmagunkat. Valójában semmilyen plusz hozzáadott, hát az érték, a plusz hozzáadott érték az természetesen megjelenik, de egyéb teendőnk nincs. Ténylegesen olyan módon élünk, természetazonos, a természettel együtt, természetazonos módon. Nincsenek olyan allőrjeink, amelyek gyorsítanák az életünket, hanem kivárjuk azt az időt, amire az állat növekedésére szükség van. Például, hogyha mondjuk a slow travel részét nézzük, akkor mondjuk a fesztivál, ez a Terra Madre is arról szól, hogy itt helyben a fogyasztó és a termelő egy találkozik. Tehát ugye a bizalom az a legfontosabb. Na ez is kulcs, akkor köszönöm szépen, hogy köszönjük, hogy itt voltak. Mi köszönjük. Nagyon szépen köszönjük.